misszió New Yorkban. David James Elliot, Lux Ádám, Cynthia Gibb, Györgyi Anna. Curtis Blank, Szalai Csongor. Al Waxman, Dobrászki Zoltán. Tom Irwin, Józsa Jöget. Zenét szerezte Lee Holdridge. További magyar hangok. Földi Teri, Pásztor Erzsi, Orosz István, Kardos Gábor, Beratin Gábor. Fényképezte Dan Smith. Magyar szöveg Szép Erzsébet, hangmérnök Horváth Zoltán, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Árvai Zsuzsa. A szinkront az HBO megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Írta Isabel Lennart. Készült John D. Weaver Karácsonyi Ajándék című novellájában. Szolgálnék! Forgatókönyv Aero Watson és Sam Blackwell. Igen, igen! Ki szeretne mozdonyvezető lenni? Rendezte Ellen Myerson. Jóval, hölgyeim és uraim! Mi a következő óhaj? Szórjál még havat! Fütyülj, mint a mozdony! Szórjak havat és fütyüljek, mint a mozdony. Igenis. Bocsánat, jó napot, én... Egy pillanat, hölgyem! Kérem, nekem borzasztóan kevés az időm, én... Ez a fiatalember előérkezett. De én venni akarok egyet. Hölgyem, nincs okom feltételezni, hogy a fiatalember szándéka nem ugyanez. Fütyülj még egyet! Igen! Elnézést, uram, de úgy tűnik a hölgynek befolyásos barátai vannak. Mindent tud a vonatról? Nem, de nem is szükséges. Ez a vonat tökéletes lesz, és én tényleg nagyon sietek. Egyébként majd elolvasom a használati utasítást. A hitelkártyám. Ferm reklámügynökség. Igen. A vonatára $1,298 plusz az adó. Ha kívánja, gyönyörűen lecsomagoljuk. Nem, köszönöm, nincs időm. Ha óhagyja, kiszállíthatjuk az ügyfelét. Nem, köszönöm, nem az ügyfelemé lesz, hanem a fiamé. Ó. De egy szatyrot kérek. Köszönöm. Mi köszönjük? Árut csak árura cserélünk. Még nem rúgott ki? Megvan a vonat? Megjött már a fotós. Igen, de a vonat nélkül nem tudta beállítani igen, a világítást. Honnan sikerült szerezned? Meg kellett vennem. Majdnem $1,400. Mennyi? Annyi. Hitelkártyával fizetem. Zseri meg fog ölni. Utána meg ki fog ölni. Nem is kell megtudnia. Holnap reggel visszaviszem a váruházba. Jól van. Na végre! Ki vagy rúgva? A vonatot magammal vihetem? Azt akarom mondani, hogy szereztél egy... Fizetésemelést érdemelnék. Ne feszítsd a húgyt! Jó estét, Mr. Ennis. Az ablakból lestem, hogy mikor jössz. Tényleg? Olyan jó, hogy itthon vagyok végre. Szia! Szia, Mary. Úgy látom, kemény napod volt. A vacsora kész, csak meg kell melegíteni. Köszönöm. Holnap jövök. Jó éjszakát. Szia, Mary. Szia, Mary. Timi, bevinnéd a zöldséget a konyhába. Tessék. Carmen vagyok, már nem tudom, hogy hol kereselek. Jerry őrjön, úgyhogy legalább telefonálj, ha meghallgattad az üzenetet. Jerry vagyok. Hol a pokolban mászkálsz? Egész nap téged kereslek. Ha nem ide tartasz, akkor be se gyere. Szervusz, Judy. Susan vagyok. Karácsony első napján érkezünk. Betettem mindent a hűtőszekrénybe. Ó, köszönöm, kisfiam. És mondd csak, Mr. Ennis, mit csináltál ma? Joey-val játszottunk a parkban. Tényleg? Mit játszottak? Hógolyóztunk. Hógolyóztatok? Megdobáltuk a lányokat, ők megkergettek bennünket.
Legfeljebb mi is játszottunk. Engem dobáltak meg. Jaj, a lábam. Ugye nagyon fáradt vagy, anyu? Nem, nem nagyon kicsim, csak egy egészen picikét. Pár perc és összeszedem magam. Ó, az viszont igazán jól esik. Már jobban is vagy? Nőttek ma a fogaid? Alakul. Tudod, napról napra jobban hasonlít az apádra. Anyu, még mindig nagyon fáj, hogy meghalt. Nem, már nem annyira kicsi. Gyere, csipkednünk kell magunkat. Paul átjön ma vacsorára, és a saláta még nincs kész. Segített tippelni, jó? Ó, köszönöm, tényleg nehezek. Nekem vettél valamit? Hát, még az is lehetséges. Amely az enyém? Nem, kicsim. Fotóztuk, ami benne van, de holnap vissza kell vinnem. Akkor miért van a dobozom masni? Ha egy kukát veszel karácsonykor, arra is raknak masnit. Indulhatunk a konyhába, most kezdet, ha segíteni akarsz. Már megint? Gyerünk, biztos vagyok benne, hogy egyébként is rád fér. Mutasd csak. Hú. Teljesen tiszta, hiszen reggel már megmostam egyszer. Akkor tényleg ideje ismételni? Nem mosom meg. Az étel is jobban fog ízleni. Nem fog, szappan íze lesz. Akkor öblítsd le. Tim! Tim! Mit csinálsz te? Mi ez a szokatlan csend ide bent? Megmostam az arcomat is. Úgy tűnik, tényleg mosakodtál. De ne feledkezz meg a megállapodásunkról. A gardrób tiltott terület. Tudom. Mi lehet ennyire mulatságos, te kis csirkefogó? Nem, nem is vagyok az. Meglátod az idén is csodálatos karácsonyt lesz, csak ne akard a holdat is, jó? Elégedj meg a csillagokkal. A tanítónéni azt mondja, hogy bátran kívánjunk nagy dolgokat is. Olyanokat, amelyekről azt hiszük millió meg billió év múlva se teljesül. Látnia kéne a kifizetetlen számláimat. Csak itthon ne hagyjam ezt a vacakot reggel. Tim, szedd össze a játékaidat. Az előbb is majdnem elestem az egyikben. Azt a csomagot meg hagyd békén, kicsim. Tényleg nem a tiéd. Holnap vissza kell vinnem. Elmosogattál? Meghagytam neked. Gyere csak vissza. Még nem is szittalak meg. Köszönöm. Vacsoráztál? Igen, bent tettem. Nagyon sajnálom. Semmi baj. Befejezted a munkát? Igen, és zseniális lett. Egy zseniális védőbeszéd. Ön elégülten hangzik? Na és mi van, ha úgy hangzik? Hello, team. Szia. Akkor? Holnap feldíszítjük a fát? Itthon leszel? Nem, be kell mennem. De ti elmehettek valahová. Megnézhetnénk egy filmet. Egész délután szabad vagyok. Jó ötlet. Na, mit szólsz hozzá? Nem bánom. Mondd csak, Tim. Meg tudnád tanítani Polt valamelyik videójátékra? Felmentem a mosogatás alól. Helyes. De én már álmos vagyok. Sajnálom, anyu. Most nincs kedvem játszani. Nem fáj semmid? Nem. De én inkább lefekszem. Értem. Tulajdonképpen elég későre jár, és holnap nagy nap vár ránk. Etesd meg a teknősöket, és mos fogat. Jó.
Köszönj el Paultól. Jó étpol. Holnap jövök, érted? Remélem, nem lesz beteg. Nem hiszem, stram gyerek. Folyton róla beszélek az irodában. Hmm. Meg a gyönyörű mamájáról. Hmm? Hiába hízelek, nem menekülsz meg. Én mosogatok, te törölgetsz. Hmm. Kicsit nyúzottnak látszom. Esküszöm, ha még valaki azt mondja, hogy fáradtnak látszom, tényleg pocsékul fogok kinézni. Gyönyörű vagy szívem, mint mindig. Csak fáradt. Dilis napom volt ma. Kapd el. Hé, ezt profi módon csináltuk. Jó kis páros a miénk. Gyere hozzám, és kapsz egy mosogatógépet. Mosogatógép, szeméttömörítő, mély hűtőszekrény, teljesen elustulnék. Ismered az érzéseimet, Jody. Igazán nem akarlak sürgetni. De remek évet zárok az idén, és arra gondoltam, talán veszek egy házat. Örülnék, ha a kettőnk háza lenne. Legyél a feleségem, Jody. Nem, félreértett, csak ma este nem számítottam arra, hogy megkéred a kezem. Tudom, hogy mennyire szeretted Jeffet. Nem is pályázom a helyére. De teljesen oda vagyok, érted, Jody? Ó, Paul, én tényleg nagyon kedvelek, és tudom, hogy te csodálatos ember vagy, de nekem szükségem van egy kis időre. Válaszolhatnék az ünnepek után. Tudod, nem csak miattam, hanem Timi miatt is át kell gondolnom. Nagyon szeretnék most választ adni. Nem, gondolkodj csak. Pár napot még kibírok. Köszönöm. Benne hagytál egy tányért. Tessék. Lenne kedved igent mondani? Rémes vagy. Elnézést, megkérhetem, hogy... Egy pillanat, hölgyem, ezek a kölykök megverítenek. Istenem. Bocsánat. Bocsánat, Tamar. A majom megvihezett. Fel kell hagyni egy banánt. Hölgyem? Igen. Jó napot, hadd találjam ki. Összerakta, de mégsem működik. Micsoda? A vonat. Ki akarja cserélni, igaz? Én tudtam. Magad tudta. Igen. Már tegnap, amikor megvette, azt gondoltam magamban, ez a nagyon csinos fiatal hölgy vissza fogja hozni ezt a vonatot. És igazán volt. Tudja, nem gondoltam át alaposan. Gondolom, és... maga vagy a cége használta tegnap. Például a karácsonyi partin a büfé azt a szélés adja. Nem, semmi ilyesmi nem történt. Mondjak magának valamit. Legalább 5 olyan vevőnek eladhattam volna, aki valóban meg akarta tartani. Tudom, és higgy el, hogy pocsékul érzem magam miatta, de nekem nem lett volna szabad megvennem. Arra kérem, ha teheti, vegye vissza, és ígérem, a lábamat se teszem be többé ide. Ennek egyáltalán nem örülnék, de... Rendben van, mit szeretne? Most vagy később vásárolja? Törölje a hitelkártyámról. Nagyon sajnálom, de nem tehetem. Árut csak árura cserélünk. De ez egy 1400 dolláros vonat. Én... A főnököm ki fog rúgni. Ez képtelenség, hiszen karácsony van. Miből fogom eltartani a fiúkat? Gondolom, a férjét meg sürgősen operálni kell. A férjem halott. Megölték egy utcai lövöldözésben. Nagyon sajnálom, én komplett idiótának érzem magam. Nem, én sajnálom a dolgot. Tudom, hogy maga csak a munkáját végzi. Tudja, én is azt tettem tegnap. A munkámhoz kellett a vonat. Hülyeség volt, de előfordul néha az emberrel, hogy pánikba esik, és gondolkodás nélkül megtesz olyasmit, amit talán nem kellene. De tökéletesen megértem, ha nem tud nekem segíteni. Meg fogom bánni, de mindegy. Jöjjön utána. És viselkedjen természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Hitelkártya? Bocsánat. Tessék. Nem is hiszi el, hogy mennyire hálás vagyok. Szóra sem érdemes. De ha legközelebb vonatra lesz szüksége, menjen a konkurenciához. Ígérem. Megállapodtunk. A kártya. Köszönöm. Ezt majdnem elfelejtettem. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt.
Ismeri az üzletpolitikát. Ki van rúgva? Pontosan azt próbálom elmagyarázni, hogy a méret... Itt vagyok. Á, igen. Lássuk, így ránézés, a kedves férje mérete 42-es, vagy talán 44-es. Nem, ő nem az én... Én egy jóval nagyobb méretűt szeretnék, 56-os. Tudja, szeretem a szellős holmikat. Hát, meg kell néznem a raktárban. Köszönöm. Ajándékba veszi? Nem, fotózáshoz kell. De esküszöm, hogy nem hozom vissza. Nem. Ugye nem azért követ, hogy lássa, mit akarok visszaváltani? Nem. Csak van egy kis idő, mert éppen most rúgtak ki. Gondoltam, hát, ha én is tetszem magának. Miért rúgták ki? Miattam. Borzasztóan érzem magam. Igen, én is. Nem tehetnék esetleg valamit? Nos, ha szóba hozta, tulajdonképpen igen, meghívhatna ebédre. Már nem vagyok jó fizetett áruházi alkalmazott, és éppen ebédidő van. Igen, azt hiszem, ez a legkevesebb, amivel tartozom. Szerintem is. Én rendelek, és én választom ki a helyet. De ugye nem a Ritbe akar menni. Látja azokat a kacsákat? A legboldogabb élőlények a városban, és soha nem lesz szívinfarktusuk. Ahogy így elnézem, magának se. És tudja, miért nem? Azért, mert ők se, meg én sem akarok más lenni, mint amik vagyunk. Mégpedig? Ők kacsák, én meg ember. Mindig eladó volt? Voltam már taxisofőr, pincér, kamionsofőr. Mennyi mindenhez ért? Egyébként túlélő vagyok. Én is túlélő vagyok. Azt hiszem. Valahogy az én számból máshogy hangzott ez a szó, mintha engem jobban szórakoztatna a túlélés. Taxit vezetni szórakoztató? Érdekesebb, mint tőzsdeügynöknek lenni, legalábbis nekem. Tőzsdeügynök is volt? Igen. Elvégeztem az iskolákat, és fél éve még az voltam. És mi történt? Ott hagytam. Miért? Mert már nem szerettem. Sikeres voltam, így eltartott egy ideig, amíg rájöttem, mi bajom, de egyik reggel, amikor az irodába mentem, mintha neki ütköztem volna egy kőfalnak. Bum! Elég fájdalmas ébredés volt. Megfordultam és hazamentem. És nem néztem hátra. Komolyan? Egyszerűen ott hagytam? Úgy éreztem, az élet több kell, hogy legyen, mint az volt. Bárcsak én is megmerném tenni. Szerintem az a baja, hogy nem tud hinni. Miben? A lehetőségekben. A jövőben. A boldogságban. A Mikulásban. Éjszek a Mikulásban. Mi az, amit igazán szeretne? Úgy érti, munkát? Ha meg lesz a képesítésem, szeretnék egy óvodában dolgozni. Azt hiszem, maga az egyetlen élő lélek, akinek elárultam a titkot. Megtisztel, hogy megosztotta velem. A szobrászok kővel dolgoznak, én meg hálom. Szóval művész. Azt majd más eldönti. Én csak szeretek falat. Otthon mindent én csinálok. Tényleg? Ha akarja, megmutatom. Itt lakom egészen közel. Nincs hátsó szándékom, de egy hét múlva kiköltözöm abból a lakásból. Kiköltözik? Úgy érti, hogy a lakását is elveszítette. Rázós hónap. Munkanélküli, hajléktalan. Téves következtetés. Mondtam, hogy túlélő vagyok. Igen. Hát... már ennyi idő van. Még vissza kell mennem az irodába. Steve, köszönöm a segítséget. Olyan, talán csak képzeli, hogy hagyom, hogy egyedül szik helye. Segítene? Persze. Hát azt hiszem, tényleg szükségem van a kezeire. Akarja, a lábaimat is szabaddá teszik. Biztos, hogy mindent elbír? Adakozzanak a szegényeknek! Köszönöm, uram, kellemes ünnepeket! Boldog karácsonyt! A karácsony rengeteg rossz emléket idéz fel bennem. Az iskolai színdarabba mindig angyal akartam lenni. De a teherhordót osztották magára. Valami természet a tajánborság van bennem. Önként vállaltam.
Ezt szokta mondani a tanítónőm is. Igen? Maga gyönyörű. Steve, a megrók! Várjon! Johnny! Johnny! Átvenni tőlem ezeket? Persze, drágám. Maga nem, Steve! Fel akartuk díszíteni, mielőtt hazaérsz, igaz, Tim? Képzeld, én választottam ki. Eleinte kicsi fáradtak voltunk, de aztán egy dupla adag fagylalt után visszanyertük az erőnket. Tudjátok, hogy ez a leges, leggyönyörűbb karácsonyfa, amit valaha láttam? Nem hívtak az ügynökségtől? Nem. Kellett volna? A nagy rohanásban néhány csomagot elhagytam. Azt tudod, hogy hol hagytad el, mert talán én... Nem, mindegy, nem érdekes. Már úgysem találnánk meg. De ha szerencsém van, valaki leadja őket az ügynökségnél. De honnan tudhatná bárki is, hogy az... Nyugtákról. Mr. Ennis, te egy karácsonyfa szakértő vagy. Kaphatnék egy puszit? Ő nem ad, de én igen. Nem hagyom magamat lerázni. Ezt megkaptad. És elviszünk vacsorázni. Olyan. A mai nap után pontosan erre van szükségem. Olyan figyelmes vagy. Ebből kérek még egyet. Látod, mit művelsz velem? Kisfiam, vedd elő az új szürke kardigánodat. Szeretném, ha azt vennél fel ma este. Rendben. Nem szereti, ha megcsókolnak. Tudod, elmondtam neki, hogy megkérted a kezem. Aha. Szóval ezért viselkedik ma ilyen szeszélyesen velem. Azt hiszem, nem örül neki. Ez egyáltalán nem biztos. Csak a gyerekek nem szeretik a változást. Megrémülnek. Emlékszem, 4 éves lehettem. Költöztünk, és anyám lázasan dobálta ki a régi limlomot. Rettegtem, hogy engem is ki fog hajítani. Örülök, hogy nem tette. Köszönöm. Hidd el, hogy Tim kedvel téged. Csak... Lenne egy kérésem. Igen? Ha ünnep után leszeded az égőket, a zsinort ne gubancold össze. Lehetne? Én egyáltalán nem tehetek a gubancokról. A doboz az oka. Ho-ho-ho, boldog karácsonyt. Remélem, nem szándékosan veszített el. Nem, én... Örülök. Akkor is ez volt az utolsó alkalom, hogy karácsony napján ismerkedem meg egy nővel. Tudja, hogy... Hello. Jó estét kívánok. Paul, az úr Steve... Mason. Mason? Ő pedig Paul. Davis. Paul Davis. Örvendek a szerencsének. Ezek azok a bizonyos elveszített csomagok? Igen, pontosan ezek. Nagyon szépen köszönöm. Olyan boldog vagyok, hogy előkerültek. Maga találta meg a csomagot? Nem, a csomagok nálam voltak. Jody engem veszítette. Nem veszítettem el. Nézd, az áruházban találkoztunk ma délelőtt. Kirúgatott engem. Így ismerkedtünk meg. És aztán ebéd után Mr. Mason... Ebéd? Igen, Mr. Mason volt olyan kedves, és segített lecipelni a csomagjaimat a metróhoz. Ott veszítették el egymást. A tömegben. A tömeg miatt történt. Ebéd után. És hogy tudott megtalálni? Az ügynökségen keresztül. Jody, gyönyörű ez a lakás. Fogadni mernék, hogy mahagóni van a festék alatt. Annak idején, amikor ez a ház épült, gyakran használták. Szép lenne felújítva. Igen. Kínáljuk meg Mr. Mason-t valami innivalóval. Szívem. Nem utasítanám vissza. Igen, mindannyiunknak hozok egy kis tojáslikört.
Remek. Szedd össze magad. Úgy néz ki, hogy mégis fehér karácsonyunk lesz. Igen. Ön nem is karácsony a karácsony hó nélkül. Ha nem az. Az időjárás elég változékony mostanában, nem? De igen. A felmelegedés. A felmelegedés. Az. Ő segíthetek esetleg? Ó, nem. Jól boldogulok a kibogozással. Ügyvéd vagyok. Semmi baj, minden rendben, ne aggódjatok. Miért nem veszel a kabátját? Hm? Elfelejtettem, hogy rajtam van. Ő volt a férje. Ismerte? Jeffet? Nem. Bár néha az az érzésem, hogy igen. Igen. Fiatalorvos volt. Hazafelé tartott egy éjszaka. Lövöldözés. Megmentett 3 embert. De ő meghalt. Kemény dolog. De azt hiszem, Jody már túl van rajta. Már itt is vagyok. Várom, egy segítek szívem. Köszönöm, úgy döntöttem, a bor ünnepélyesebb. Parancsoljon, Steve. Köszönöm. Jody. Köszönöm. Akkor hát. Ígyunk a boldog karácsonyra. Egészségünkre. Anyu, csupa ragacs a konyha. Ó, igen, kicsim, tudom. Majd rendbe hozzuk. Steve, hadd mutassam be önnek a házúrát, az úr Mr. Ennis. Hello, Tim. Örülök, hogy megismerhetlek. Sok szépet hallottam már rólad. Tényleg? Ahogy bizony. Én Steve vagyok. Steve Mason. Hello, Mr. Mason. Igazán gyönyörű a fátok. Tudod, hogy mi a neve? Persze, karácsonyfa. A legszebb fenyőfajta. Na, hiszen én választottam. Hé, mi ketten egy csapatot alkotunk. De én láttam meg először. Nagyon jó szemed van, hogy ezt választottad. A legtöbb ember nem ért a karácsonyfákhoz. Mi lesz a karácsonyfa alatt neked az idén ruhákon kívül? Én mindig ruhát kapok. Nem csak azt szokták kapni. Sose találod, hogy tőlem mit kapsz. Fényképezőt. Honnan tudod? Megkérdezted, hogy szeretnék egyet. Timi, ez igazán nem volt szép dolog. Ugyan, Jody, egyszerűen csak őszinte volt. Igaz, nagyfiú? De tudod, Tim, ha a dolgok a reményeim szerint alakulnak, jövő karácsonyra rengeteg minden ne leplek majd meg. De én nem akarom. Tim! Nem akarom, hogy bármit is vegyen nekem. Timothy Ennis, ha nem tudsz viselkedni, eredj a szobádba. Nem megyek. Tim? Tessék. Fogadj szót édesanyádnak. Nem, és te nem parancsolsz nekem. Na, Timothy. Figyelj csak ide, fiam. Nem vagyok a fiad, és tartsd meg az ajándékodat. Te Timothy. Akartad. Indulás befelé. Nem megyek. Akkor majd segítek egy kicsit. Hol? Ne, engedj el. Hol, hagyd majd én. Hol hagyjék én a fiamat? Jó így, Jody. Paul, nagyon sajnálom. Majd holnap felhívnak. Te pedig most azonnal indulsz az ágyba. Mondj, micsoda viselkedés volt ez? Nem tudtam, hogy elmenjek-e, vagy inkább... Nagyon jól tette, hogy itt maradt. Igen. Sajnálom az előbbi jelenetet. Nem szokott így viselkedni. Ki, Paul? Egyikük sem. Tim megnyugodott? Igen. Már teljesen rendben van. Hm.
Nem említett engem Paulnak, igaz? Nem. Miért nem? Mert nem tartottam fontosnak. Úgy tűnik, Paulnak fontos. Nem mondok el Paulnak mindent. Ez az én életem. Azt hiszem, jobb lesz, ha elmegyek, mielőtt a dolgok még jobban összezavarodnak. Jó ét, Jody. Ez a jó ét úgy hangzott, mint az Isten bele. Az is. Mondtam, hogy kiköltözöm a lakásomból. Itt hagyom a várost is. Elmegy? Igen, el. Egy régi iskolai barátom, egy építész felhívott a múlt hónapban. Elhatároztuk, hogy közös vállalkozásba kezdünk. Virginia. Virginia. Már megvan az első megbízásunk. Egy 100 éves fajtát kell átalakítanunk korabeli sörözővé. Ó, nagyszerű. Igen. És mikor indul? Szilveszterkor, az éjféli vonattal. Maga valóban romantikus lélek. Elhagyja a régit, és megérkezik az újba. Maga is új. Szilveszter után már nem leszek új, csupán egy furcsa, múlt évi történet, és maga el fog engem... Felejteni. Különben lehet, hogy mind a kettőnk számára jobb is, hogy elutazom. Meg lehet, ha itt maradnék, beleszeretném magába. Belém szeretném? Igen. És aztán megkérném a kezét. Megkérni? Nemet mondana. Azt mondanék. Miért? Azt nem tudom, Jody. Honnan tudhatnám? De nem úgy néz ki, mint aki változtatni akar az életén. Én nem mondtam, hogy nem akarok változást. Nem, de a fényképek a lakásban erről árulkodnak. Timit Mr. Ennisnek hívja, nem költözött el. Hogy merítélkezni? Igaza van. Bocsásson meg. Hiszen nem is ismer. Nem tud rólam szinte semmit. De ha már itt tartunk, férjhez megyek Paulhoz. Jó módú és megbízható. Igen, az. Maga tudja, Jody. Ideje indulnom. Megengedi, hogy elköszönjek Timtől? Persze, hogy meg. Vajon mi történt azzal a lánnyal a képen? Úgy néz ki, mint aki képes megváltani a világot. Azt is gondolta. De az már nagyon régen volt. Milyen furcsa. Mintha vele sétáltam volna ma a parkban. Anyu, ihatok egy kicsúszt? Csak vízről lehet szó. Hello. Szia, Tim. Nem tudsz aludni? Korán van még, igaz? Igen. Nem tudom, miért hisztisztem. Tudod, ez még a felnőttekkel is megesik néha. Ha találkozol Paullal, mondd meg neki, hogy sajnálod. Meg fogja érteni. Azok a teknőseim, mennydörgés és villamlás. Úgy csak ennyi vízük van, de azelőtt engedtem, hogy kádban úszanak. Mi történt velük? Villámlás majdnem lecsúszott a lefolyóba, de megmentettem. Ó. Játszint virágot kellene adnod nekik, azt imádják majd szolgatni. Viccelsz? Tim, nekem most el kell búcsúznom tőled. Vigyázz az anyukádra, nincs mindenkinek ilyen csodálatos mamája. Örülök, hogy megismertelek. Tényleg az anyu miatt rúgtak ki? Honnan tudsz te erről? Hallottam, amikor mondta. Nem csuktam be az ajtómat. Szorítottál már poharat a csukott ajtóhoz? Igen, de nem hallottam semmit. Nem hallottál semmit? De hogy lehet, hogy az anyu miatt rúgtak ki? Az úgy volt, hogy eladtam anyukádnak egy vonatot. És amikor vissza akarta kapni az árat, olyasmit tettem, amit nem lett volna szabad. Egy vonatot? Ez egy színű és a mozdony sípolni is tud? Láttad? Láttam. De nem mondd meg az anyunak. Nem, dehogy nem fogom. De miért? Kinyitottam a dobozt. Azt hittem az enyém. De nem az volt. Kár, mert olyan szuper vonat volt. Az biztos, hogy szuper vonat.
De azért ne add fel a reményt. Tudod, azt se engedem meg magamnak, hogy rágondoljak. Úgy se lehet az enyém. Csak olyasmikre szabad gondolnom, ami az enyém lehet. Különben csalódott leszek. Ha nincsenek álmaid, nem is teljesülhetnek. Annyira akartam azt a vonatot, hogy megfájdult a hasam, de az anyu mégis visszavitte. Azt beszélik, Tim. Karácsonykor bármi megtörténhet, szóval nem kéne feladnod a reményt. Hát, ha igaz a mese. Tim, indulás az ágyba. Gyere, játsszuk azt, hogy bekísérlek a tömlöcödbe. Jó. Jó. Mikor jössz el megint? Attól tartok, nem jöhetek többé. De mielőtt elmegyek, megpróbálok valami vacsorát becsempészni neked. Ne izgulj az anyu, akkor is ad vacsorát nekem, ha rossz vagyok. Hát, tényleg örülök, hogy megismertelek, Tini. Legyen boldog karácsonyod. Uh-huh. Szia. Szia. Isten vele, Jody. Halló? Paul, az üzenet rögzítőre számítottam. A rögzítővel beszélnél inkább? Nem. Ó, Istenem. Jody, végtelenül sajnálom a dolgot. Nem tudom, hogy történt. Én tudom, hogy sohasem bántam el Timit. És hidd el, hogy én is nagyon sajnálom, hogy kiabáltam veled, és... Paul, mi lenne, ha most rögtön visszajönnél? Talán akkor mégis együtt töltetnénk. Vagy még? Persze, hogy itt vagyok. Paul, összeházasodunk? Paul! Paul! Ó, igen, itt vagyok. Hozzám jönnél? Igen, persze, hogy hozzád mennék. Vagy már nem is akarsz feleségül venni. Most tréfálsz? Jaj, Jody. Minél gyorsabban össze kell házasodnunk. Új év napján. Jody? Jody? Rendben van. Új év napján. Kimondhatatlanul boldog vagyok. Én is az vagyok. Köszönöm. Újságért mentem ki, és ott találtam a csomagot az ajtó előtt. Ott volt a csomag? Olyan szuper anyu, annyira, de annyira akartam. Látod? Három kocsia van, és még világítanak is. Igen, ez csodálatos vonat. És ki lehet nyitni az ajtókat? Timi, ez a vonat utána fütyült, amikor elmentem mellette, és azt mondta, téged szeretne karácsonyra, Mikulás. Ezek szerint a Mikulás hozta. Jaj, anyu, még hogy a Mikulás. Ugyan már. Én is vettem ajándékot neked. És képzeld, egyedül csomagoltam be. Parfüm. Parfüm? Imádom a parfümöt. Lássuk csak. Ó, Tim, a kedvencem. Köszönöm. Tudtam. Kapsz érte egy puszit? Becsaptalak, és te is becsaptál engem. Komolyan mondod? Honnan tudtad, hogy ilyen vonatot szeretnék? Nem árultam el senkinek. Egyedül Mr. Masonnek. Mr. Masonnek? Megígérte, hogy nem mondja el neked, hogy megnéztem. Nem mondott nekem semmit. Mit néztél te meg? Azt a vonatot, amit hazahoztam. Azt hittem, hogy az enyém lesz. De én mondtam neked, hogy nem a tiéd. Sokat sírtam. Ó, Tim, valamit el kell mondanom erről a vonatról.
Halló? Boldog karácsony, szívem. Szia, Paul. Tartanád egy percig? Tim, rögtön visszajövök. Öltöz fel, légy szíves, mert a nagyszüleid mindjárt itt lesznek. Felébresztettelek? A hangod olyan... Dühös vagyok, és akkor még kifejezetten finoman fogalmaztam. Tudod, tegnap este idejött az a pasas, akivel az áruházban találkoztam. Aha. Tim kapott tőle egy 1400 dolláros vonatot. Itt? De miért? Fogalmam sincs, hogy miért, hiszen csak egyszer találkoztak. Pedig nyilvánvaló a magyarázat. Hol, hidd el, nincsen semmi okod a nyugtalanságra. Nem is tetszik nekem, és én se neki. Akkor küldj vissza a vonatot. De Timi oda van érte, nem vehetem el tőle, de el se fogadhatom, túl drága. A pasast nem veti fel a pénz. Akkor küldje neki a pénzt. Én boldogan kifizetem. Igazán nagyon kedves vagy, de majd megoldom magam. Én okoztam a problémát, egyedül kell megbirkóznom vele. Ahogy gondolod? Vissza kell mennem Timihez. Később találkozunk. Boldog karácsony, szívem. És próbálj pontos lenni. Boldog karácsony. Viszlát. Viszlát, szívem. Mi folyik itt? Megterítettem, hogy ne te csinálj mindent. Ah, köszönöm. És ezentúl mindig elpakolom a játékaimat, és megmosom a kezem. Tim. Nem tőlem kaptad a vonatot. Nem? De remélem a kézmosás azért nem marad el. Mégis a Mikulástól? Mr. Mason-től. Mr. Mason-től? Biztosan nagyon gazdag. Nem, nem az. Lehet, hogy egyáltalán nem is maradt pénze. Azt hiszem, nagyon megszerethetett téged. Azért vette meg neked. Én is adhatok neki ajándékot? Ó, kicsi, nem hiszem, hogy elvárja tőle. De én szeretnék. Ez a leglasszabb ajándék, amit életemben kaptam. Kicsim, fogalmam sincs, hol lakik. Nézzük meg a telefonkönyvben. Jaj, Timi, inkább ne. Légy szíves. Talán igazad van, úgyis lenne Mr. Masonhez néhány szavam. De mit adjak neki? Mit adjak neki? Kicsi, ma az üzletek zárva vannak. Rajzol neki valami szépet. Van egy sokkal jobb ötletem. Mason? Ez jó lesz. Timothy, te is tudod, hogy ezt Paulnak vettem. Mi azt súgja nekem, hogy ez nem véletlen. Elmentem a lakásához. Nem voltam otthon. Beszélnem kell magával. Kér belőle. Köszönöm, már reggeliztem. Miért küldte Timinek azt a vonatot? Mert jól esett. Most, drágám, hova menjünk a rágyra? Szíves, túl drága ajándék. Tudom, hogy a pénz nem fontos magának, de én ki akarom fizetni az árát. A felét odaadom most, a másik felét meg elküldöm a jövőnél. Ahhoz a barátomon és rajtam kívül másnak nincs köze. Nem, Steves, nem. De igen. Soha nem mondta, hogy vonatot szeretne. De nekem említett ilyesmit. És maga megvette. Remek kis kölyök, és karácsony van. Nem kéne félnie a vágyaitól. Timi is küldött magának ajándékot. Nem is tudom, mit mondjak. Köszönje meg. Köszönöm.
Nyissa ki. Lássuk csak, mi van benne. Oh, nagyon szép. Nagyon szép ez a mellény. Pont jó. Jól áll magának ez a szín. Igen. A sál nem megy hozzá. Akkor ezt levesszük. Figyelj, pajtás, egy sál. Tessék. Kösz. Az ember hasznát veszi egy ilyen holminak. Boldog karácsony. Steve, azért nem kellett volna elajándékoznia. Csak egy sál. Tudja, hogy elég kínos helyzetbe hozott Paul előtt? Ó. A vonatra gondolok. Sejti az indítékait. Én is sejteném az ő helyében. De megmondtam neki, hogy nem kell aggódnia. Helyes. Ah. Nagyon rendes fickónak látszik. Igen, az. Ezért leszek a felesége. Biztonságban érzem magam mellette. Lehet, hogy unalmasan hangzik magának, de számomra fontos, hogy érezzem a védelmet, a biztonságot. Szereti őt? Természetesen. Akkor miért akar találkozni velem? Uram! Uram! Tessék! Maga adta oda a sáját egy bácsinak? Igen, én. Azt üzeni, hogy szeretné viszonozni a karácsonyi ajándékot. Oh. Vigyázz, el ne es. Köszönöm. Hol van az a bácsi? Valahová nagyon sietett. Köszönöm, hogy átadtad. Katie! Nézd, mit kaptam a bácsira. Lehet az? Én mindjárt kiderül. Só és bors szóró. A pasas nem úgy nézett ki, mint aki. Nem. Magának adom. Nem kérem. Megyek. Ígyunk meg valahol egy kávét. Nem lehet. Haza kell mennem, vendégeket várunk. Isten vele, Jody. Legyenek nagyon boldogok. És ha egyszer Abingdonban járnak, nézzenek be hozzám. Köszönöm. Boldog karácsonyt. Szálljon le néhány. Nézd, milyen gyorsan. Még az igazi vonat sem volt ilyen gyors az én gyerekkoromban. Timi, szerintem az anyjait te is hallom. Mindjárt fordítom. Jaj, annyira sajnálom, úgy első. Szervusz rá. Hadd segítsek. Oh, köszönöm. Már össze is terelted? A nagypapa segített. De csak egy egészen kevés. Olyan gyorsan nő ez a gyerek, amióta nem láttam, biztosan nőtt 5 centit. Lehet. És ahogy nő, egyre inkább hasonlít Jeffre. John, emlékszel, amikor Jeff ennyi idős volt? Megállapodtunk. Anyu, nézd csak, mit kaptam a nagypapától és a nagymamától. És kecsit is, meg üdőt. Ez igen. Csodás nagyszüleid vannak. Olyan boldog vagyok, hogy eljöttetek. Tetszett Mr. Masonnek az ajándék? Hallottunk az új barátodról. Kicsodáról? Nagyon várjuk már, hogy megismerjük. Tim említette, hogy eljön vacsorára. De... igazán örülünk, hogy van valaki. Mr. Mason nem az én... Táncolunk az esküvődön. De nem, én nem megyek hozzá Mr. Masonhez. Timothy, te nagyon jól tudod, hogy nem leszek Steve felesége. Én nem mondtam, hogy ki ez Mace feleségű. De egész délelőtt csak Mr. Masonról beszélt. De hiszen én csak 2 napja ismerem Mr. Masont. Alig tudok róla valamit. Paulhoz megyek hozzá. Paulhoz?
Nem emlékeztek Paulra? Ó, igen, Paul, ez nagyszerű hír, Jody. Aha. Nem igaz? Igen, nagyszerű. Aha. Anyu, majdnem elfelejtettem, Paul hívott. Igen? Mondtam neki, hogy nem vagy itthon, mert elmentél Mr. Masonhoz. Csodás. És mit mondott? Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. A vacsorához. Köszönöm. Üdvözlöm. Jó napot, Mrs. Elnéz. Bizony, elég régen találkoztunk, Mr. Elnéz. Jody elújságolta a nagy hírt. Gratulálok. Végül is rábeszélt. Nézd csak, milyen szupervonatot kaptam Mr. Masontól. Hadd lássam, tud-e tolat? Tényleg elmentél a lakására? Nem volt otthon. Csak óvatosan. Nem tudtam, hogy ilyen jól ismered. Nem ismerem, csak azért mentem. Ugyan, anyu, meghívtad Mr. Masont vacsorára? Ugyan, dehogy. Nem volt otthon, Tim. A parkban találtam meg. A parkban? A parkban találkoztál vele. Mi az ördögöt keresett az a fickó a parkban karácsony reggel? Kérdezgettek egy pasasról, akit alig ismerek, és aki elköltözik Virginiába, hogy pajtákat építsen. Pajtákat? Igen, pajtákat, igen. Pajtákat fog építeni, de lehet, hogy nem építi, hanem átépíti. Átalakítja őket, és... Csak érteném, hogy miért beszélünk már megint róla? Miért nem készülődünk inkább a vacsorához, és élvezzük a karácsony? Mit szóltok? A rendőrségtől jöttem, asszonyom. Mrs. Ennis-t keresem. Én vagyok Mrs. Ennis. Én azt a Mrs. Ennis keresem, aki ismerheti Steve Masont. Én ismerem Steve Masont. Ugye nem történt semmi baj Mr. Masonnal. Asszonyom, kérem, jöjjön el velem a rendőrőrsre. Miért kellene elmennie? Azért, mert Mr. Mason jelenleg a rendőrőrsön van. Letartóztattuk. Azt állítja, hogy ön, asszonyom, tisztázni fogja őt. De ha ez nem sikerül, Mr. Mason börtönbe kerül. Börtönbe? Azt mondja, nincs pénze az óvadékra. Megtenné, hogy velem jön? Minden rendben. Ma reggel 9 óra körül a botanikus kertben Mervyn Fishert alaposan fejbe vágták. Megkötözték egy férfisállal, és elrabolták $365. Ugyancsak elraboltak tőle egy kis dobozkát, amelyben ajándék volt a nagynénye számára. Egy ezüstből készült só és borsó. Nem sokkal később a járőröző Johnson őrmester felfigyelt a gyanúsan lődörgő Mr. Masonre, aki igazoltatás során bevallotta, hogy le van égve, és hogy a sál az övé volt. És megtaláltuk nála az elrabolt só és borszórót. Elnézést, csak attól tartottam, valami komoly dologról van szó. Úgy érti, hogy rablás gyanújába keveredni nem elég komoly dolog? Nem, dehogy... Majd én, Jody. Hadnagy, én... Az úr ügyvéd. Micsoda szerencse. Rám bízza a dolgod? Örök hálára kötelez vele. Mervyn Fisher, felismerte Mr. Masont? Nem látta a támadót. És Mr. Masonnél megtalálták az elrabolt összeget? $49.52 találtunk nála. Mondtam nekik, hogy összesen ennyi pénzem van. Semmit nem lehet könnyebben elrejteni, mint a pénzt. És elővenni, ha viszont. Hadnagy, én mindent megmagyarázok. Nem bánnám, ha lezárhatnák az ügyet, hölgyem. Mert akkor talán végre egyszer én is időben hazaérnék a karácsonyi vacsorához. Persze, csak ha az ügyvéd úrnak nincsen ellenvetése. Sőt, magam is kíváncsi vagyok. Ma reggel Mr. Mason és én a parkban beszélgettünk, és ő odaadta a sáját egy szegényes, külsejű férfinek. Karácsonyi ajándéknak szánta. Később odajött hozzánk egy kislány görkorcsójával és rénszarvasagancsal, és azt mondta, az a férfi küldte Steve-nek a só és borszórót. Egy kislány görkorcsójával és rénszarvasagancsal adta neki a só és borszórót. Hinnie kell nekem. Árulj el, hogy miért higgyem el. Mi oka lenne arra, hogy hazudjon? A hölgy védelmét is ellátja. A mennyasszonyom. Szóval maguk jegyesek. Igen. Akkor mi dolga volt ezzel a fickóval a parkban karácsony reggelén? Nem hinném, hogy ez az ügyhöz tartozik. Ezért vagyok én a zsaru, és nem maga. Nézem, a kora reggel egy játékvonatot kaptunk. A kisfiamnak érkezett ez a meglehetősen drága játékvonat Mr. Masontől. Egy fickó, akinek nincs pénze meg munkája, egy drága játékvonatot ajándékoz az ön fiának. Vajon miért tette? Az ajándékozás hagyománya családomban. Tényleg? A sáját is azért adta oda egy vadidegennek, mert az ajándékozás hagyomány maguknál? Nem azért, Mr. Mason kapott tőlem egy mellényt, azt, amit most visel. És mi köze van a mellénynek a sálhoz?
Nem passzoltak egymáshoz. Igen, ezért adta oda annak az embernek a sáját. Maga vett neki egy merlényt. Nem egészen, tulajdonképpen Paul... ott volt a fa alatt. A jelenlévők közötti romantikus kapcsolatok valóban nem tartoznak az ügyhöz. De még életemben nem találkoztam ennyire gyenge közvetett bizonyítékokkal. Hinnie kell nekünk. Igen, hiszek maguknak. Ekkora hülyeséget nem lehet kitalálni. Nem bádolja? Nem. Menjenek haza. Mellesleg... szerintem... meg kellene hívniuk magukhoz vacsorára. Biztos vagyok benne. Magányos és le van égve. Nem vagyok leégve. Tudják, milyen érzés lehet a karácsony estét magányosan tölteni? Hát ha Mr. Mason is úgy... Igazán nem szeretnék betolakodni. Badalság. Maga nem számít betolakodónak, igazok, tanácsos úr? Nem. Nagyszerű. Nagyszerű. Akkor menjenek. És boldog karácsony. Ez volt eddig a legklasszabb karácsony. Holnap is csináljuk ugyanezt. Itt a tejed. Anyu, csodaszép vagy benne. Egyetértek. Paul, köszönöm ezt a ruhát. Eltaláltad az ízlésed. Ha akarod, ezentúl én választam ki a ruháidat. Hát, apa, puszíld meg a nagyit. Igen. Steve. Kinek hozhatom a következőt? Pulykacom. Ki tudja, hány combja van a pulykának? Mindig vettem még egyet, az csak Jeffé volt. Örököltem a szokást. Majd én kiviszem azt a tányért, úgyis be akarok hozni még egy üvegbort. Az bizony nem lenne rossz. Hozom. Susan, gyere, mert kihűl az étel. Ne legyél ilyen szomorú. Az ünnepnapokon mindig szomorúbb. Biztos, mert az ünnepekre jobban emlékszem. Én is. Apróságokra. Például Mr. Mason mellényéről az jutott eszembe, hogy Jody minden évben valami különleges darabban lepte meg Jeffet. Az anyutól kapta a mellényt. Nem, kicsim, tőled kapta. A pulyka comb. Minden tiéd. Hűha, ezután már biztos nem kérsz a következőből. Az nem biztos. John, ez már harmadik. Igen, tudom, gyűjtöm a bátorságot, ugyanis beszédet készülök mondani. Susan, 35 hosszú éve vagy a feleségem. Ez alatt meggyötörtél, parancsolgattál. Eltüntetted a holmiaimat, aztán rám fogtad, hogy elveszítettem, szóval teljesen függővé váltam tőled. 35 éven át bizonygattad nekem, hogy nélküled nem tudok boldogulni. Igaza volt. Nem tudok. Mi több, nem is akarok. Minden együtt töltött évünk szép volt. Még a csúnyák is. Azért, mert mellettem voltál. Rád emelem ezt a poharat. És azokra a szép évekre, amelyek még hátra vannak. Paul, legyél olyan boldog Jodyval, mint én vagyok Susannal. Köszönöm. Megvolt a beszéd. Egészségünkre. Be kell, hogy valljam. Az idei életem legboldogabb karácsonya. Ma ébredtem rá, hogy mennyi minden hiányzott eddig az életemből. De a mai naptól van családom, feleségem, fiam, és ha osztozol velem rajtuk, Jody, anyósom és apósom is van. Nagyon hosszú ideje szeretlek, Jody. És nagyon hosszú ideig vártam rád. De érdemes volt várni. Steve, köszönöm, hogy velünk volt a karácsonyi asztalnál. És sok szerencsét kívánok önnek virginiai otthonához. Találja meg ott azt, amire én itt találtam rá. Remek beszéd.
Most Steve jön? Túl sokat ettem. Steve magát még soha életében nem hagyták cserben a szavak. Ám legyen. Önök mindannyian nagyon kedvesek voltak hozzám. Meghívtak, megvendégeltek ezzel a kitűnő vacsorával. Mi mást is mondhatnék, mint hogy... Nagyon szépen köszönöm. Még valami. Jody. Paul nagyszerű ember. És ma olyan szíveséget tett nekem, amit senki sem várhatott volna el tőle. Figyelmes, kedves és nagyon sikeres. Mégis, hozzám kellene feleségül jönnie. Talán azt gondolják, hogy nem helyes, hogy Timi jelenlétében mondok ilyesmit, de szerintem nem baj, ha tudja, két férfi is szereti a mamáját. És talán ízléstelennek tűnik, hogy Paul előtt beszélek, de jobban becsülöm őt annál, hogy a háta mögött tegyem. Jody, ugye tudja, hogy én már néhányszor elbúcsúztam magától. Igen, valóban egyszer maga is, de én nem tartottam vissza. És minden egyes alkalommal, amikor találkoztunk, a csomagok, Timi vonatja, vagy a rendőrség esetében, a szerencse hozott össze minket. De nem hagyatkozhatom örökké a szerencsére. Ha még egyszer elbúcsúzom, talán soha többé nem látom. És ez ellentétes lenne a szándékaimmal. Beleszerettem magába. Legyen a feleségem. Jobb, ha most elmegy. Egyenes válaszolt egy egyenes kérdésre. Még egyszer köszönöm a vendéglátást. Visszaváltani ezt a vonatot. A játékosztályon, a harmadik emeleten. Mondd csak. Egyedül jöttél? Nem, a szüleim a liftben vannak. Értem. Engedj ki, kisfiam. Hol vagyok? Ez a harmadik? Vigyázzon! Hadd szálljak ki! Csináltak. Összetörték a vonatomat. Ó, egy apró vásárló. Miben lehetek a szolgálatodra? Két vonatot kaptam karácsonyra. Egyet vett nekem az anyukám. Ezt meg a barátomtól kaptam. Kérem az árát, hogy visszaadhassam a barátomnak. Ez a vonat már törött. De csak egy egészen kicsit. Tessék elhinni, nem én tehetek róla, ráléptek a liftbe. Hol van az anyukád? Az anyukám? Igen. Gondolom nem egyedül jöttél. Nem, ő is itt van. Hol? Bement a mosdóba. Komolyan, hármat kapott belőle, az egyiket sikerült tovább ajánlni. Mindig ez van. Igen, igen. Nagyon sajnálom, de... Igen, értem. Pontosan értem, de... Higgye el, uram, végtelenül sajnálom.
Sajnálom, de Mr. Crowley jelenleg nem tud a rendelkezésére állni. Uram, próbálja meg holnap reggel hívni. Köszönöm. Szervusz, kisfiam. Mit keresel itt? Ez Mr. Crowley irodája? Igen, pontosan. Szeretnék beszélni Mr. Crowley-val. Egyedül vagy? Igen, egyedül. És hogy hívnak? Timothy Ennis. Nos, Mr. Timothy Ennis, miben lehetünk a segítségedre? Két vonatot kaptam karácsonyra. Mr. Crowley vissza tudná adni az egyik árát? Hát, nem tudom. Ő az egyetlen, aki segíthet. Kérem, hadd beszéljek vele. Rendben van, Timothy. Meglátjuk, mit tehetünk. Köszönöm. Gyere, ülj le ide, Timi. És ne fuss el, bármit is hallasz. Talán el tudom intézni, hogy beszélhess vele. De nem az anyut akarja felhívni, vagy a rendőrséget? Nem. Megígérem, hogy nem szólok sem az anyukádnak, sem a rendőrségnek. Akkor jó. Maradj csak itt. A Emily. Tudja, hogy ilyenkor szoktam meditálni. Végtelenül sajnálom, uram, hogy kénytelen vagyok megzavarni, de... Az egyik kedves vevőnk, Mr. Ennis szeretne találkozni önnel. Maga nagyon jól tudja, hogy nem szoktam a vevőkkel beszélni. Igen, tudom, de nagyon fontos vevőről van szó. És mitől annyira fontos? Mr. Ennis még csak 6 éves. Csak 6 éves? Uh-huh. És úgy vélem, borzasztóan nagy bajban van. És egyedül jött ide? Azt hiszem, uram. Még soha nem láttam senkit, aki ennyire egyedül volt. Nos, Emily, ne várakoztassuk tovább a vevőt. Igen, uram. Gyere. Mr. Crowley, az úr, Mr. Timothy Ennis. Menj, drágám. Nos, Timothy, állok rendelkezésedre. Miben lehetek a szolgálatodra? 2 vonatot kaptam karácsonyra. Annyitól kaptam egyet, ezt meg itt a barátomtól. Nem tetszene ennek az árát visszaadni? Tudod, Timothy, ez egy kissé szokatlan kérés. A liftben ráléptek is eltört. De tessék elhinni, nem én voltam. Már értem. Azt mondod, 2 vonatot kaptál? Nem. Csak ezt az egyet kaptam. Steve vette nekem. Ő a barátom. És erre költötte az összes pénzét. Ugyan, Timothy. Ne sírdogálj. Meglátjuk, mit tehetünk. Na gyere ide. Évi. Most pedig légy szíves. Mesélj el nekem mindent az elejétől a végig. Tetszik tudni, az egész az anyukámmal kezdődött. Igen, őrmester úr, 2 órája nem találjuk. Hol lehet? Hova mehetett? Még sose csinált ilyesmit. Már megkérdeztük a szomszédokat. Máskor is előfordult már? Nem fordult elő, még sosem fordult elő. Tudják, hogy mi volt rajta? Igen, kékeszürke Jackie, sárga csíkkal, piros kapucnival és kék kornadrág. Már kérdezték egyszer, már sötét van odakint. Mondja, érdeklődtek már a kórházaknál? Nem, még nem érdeklődtünk. Azt mondta, 6 éves? Igen, őrmester úr, 6 éves a fiú. Nyugodjanak meg, meg lesz. Ebben a házban lakunk. Paul! Paul! Nagyon szépen köszönöm, uram. Ő az. Mondd meg a rendőrnek, hogy előkerült. Szia, Anna! Menekélj nekem! Hol voltál? Nincs semmi baj. Az égvilágon semmi baj a Mrs. Ennis, de ne legyen hozzá túl szigorú. Timothy, neked nem könnyű ellenállni, és örülök, hogy engem is sikerült levenned a lábamról. Szervusz, Timi, viszontlátásra. Hálás vagyok önnek, uram. Viszontlátásra, Mr. Crowley. Te elmentél az áruházba? De miért? Visszavittem a vonatot. A vonatot? Jaj, Timi. Timi visszavitte a vonatot. Miért? Mert nagyon drága volt. Steve-nek nincs munkája. Visszavinnéd neki a pénzét, anyu. Most. Lehet, hogy ennivalóra sincs pénze. Szüksége van rá.
Olyan gyorsan felnőttél, kisfiam. Azt hiszem, igaza van. Mit hoz hozzá? Menj csak, ha már ti mennyit váradozott. Eljönnél velem? Nem hinném, hogy szükség lenne rám. De oda viszlek. Szólok Mrs. Martinnak, hogy jöjjön át. Remélem, itt tud maradni veled, amíg visszaérek. Anya, mondd meg Steve-nek, hogy nem azért vittem vissza a vonatot, mert nem tetszett. Mondom, kicsim, nagyon büszke vagyok rád. De ígérd meg, hogy soha többé nem tűnsz el szó nélkül. Ígérem. Isten bizony? Nem fogok, Isten bizony. Jól van. Ebben a házban lakik? Igen, a harmadikon. A névtábla szerint. Akkor esünk túl rajta, és menjünk vissza a tímhez. Paul, add oda neki te. Megvárlak itt. Tisztelt bíróság, a Jody Ennis kontra Paul Davis ügyben egyértelmű bizonyítékokat tárok önök elé. Paul! Az ügy alperese, Jody Ennis. Habár tisztában volt azzal, hogy a felperes Paul Davis évek óta szereti őt, rafináltan és igen eredményesen tartotta magát távol a házasságtól. Míg nem három nappal ezelőtt egy ismeretlen férfi robbant be az életébe, mikor is Jody Ennis hirtelen és váratlanul beleegyezett a házasságba. Ennek semmi köze ahhoz, hogy Steve-vel megismerkedtem. Amióta ez az idegen férfi megjelent, Jody Ennis, aki eddig határozott, higgadt és egyenes volt, bizonytalanná vált, kapkodó lett és kibúvókat keres. Ez egyáltalán nem tetszik nekem. Elhihetett, nekem sem, Jody. De nem teltek úgy, mintha nem látnám, amit látok. Nem akarsz felmenni, mert nincs elég bátorságot hozzá. Szembenézni a ténnyel. Nincs mivel szembenézni. Tegnap este én is ott voltam abban a szobában, Jody. Hidd el, van mivel szembenézned. És hogy mennyire van, arra én is csak ma este jöttem rá. Szerelmes vagy belé. Már értem, megint kibogoztál valamit. Értek a dolga kibogozásához. Tudom, ha ennek ellenére összeházasodnánk, te mindig figyelmes és belátó lennél. És valószínűleg szép lenne az életünk. Nem is vágyom másra. De miután láttam, hogy hogyan néztél Steve-re, és tudom, hogy rám sohasem tudnál úgy nézni, örökké megcsaltnak érezni magamat. És szomorúnak is. Te olyan csodálatos ember vagy. Igazán megérdemelnéd, hogy valaki... Szeressen? Szerintem is. Roppant tanulságos hetünk volt. Ki hinné, hogy egy kis játékvonat képes felforgatni az ember életét? Ha akarjuk, bármitől megváltozhat az életünk. Az enyém attól változott meg, mert valaki nem akart kiszállni egy autóból. Az már nagyon régen volt. De nem veszett kárba az idő. Barátok lettünk. Add vissza a pénzét. Várok 5 percet, és ha nem találsz nálam érdekesebb társaságot, megvacsorázhatunk valahol. Hmm.
az? Jody vagyok. Nyitom. Jöjjön be! Nem kérek, köszönöm. Remélem, nem zavarja a fokhagyma. Nem, szeretem a fokhagymát. Ez a lakás tényleg nagyon szép. Köszönöm. Mindent maga csinál? Igen. Milyen gyönyörű ez a karosszék. Látom, becsomagolt. Nagyjából. Jody, miért jött ide? Hoztam egy csekket magának. Mondtam már, hogy nem fogadom el. Tim küldte, fogta és visszavitte a vonatot. Egyedül intézte. De hiszen oda volt azért a vonatért. Úgy gondolta, magának szüksége van a pénzre. Azt üzeni, sose fogja magát elfelejteni. Én se fogom elfelejteni őt. Azt hiszem... Jody, én... sajnálom a tegnap történteket. Ne, kérem, Steve, hagyja ezt. Nem, nagyon ostobán viselkedtem. Igaza volt, hogy elküldött. Talán még meg is kéne köszönnem. Ne, nehogy megtegye. Azért jöttem, hogy elnézést kérjek magától. Valószínűleg mindenkinek így lesz a legjobb. Valószínűleg. Akkor én megyek. Paul odakint vár a kocsiban. Mikor lesz a nagynap? Nem házasodunk össze. Azt hiszem, jól ítélt meg engem. Még nem készültem fel. Még kell egy kis idő. Az idő fogy, Jody. Maga még nálam is jobban tudja ezt. Élnünk kell a lehetőségeinkkel. Nekem ez nem megy ilyen gyorsan. Isten veled, Jody. Legyen nagyon boldog. Köszönöm. Pattogatott kukoricát? Nem, köszönöm, kicsim. Gyere, anyu, szilveszter van. Ilyenkor mindenki vidám és nevet. Igazad van, kicsim, csak gondolkodtam. Micsoda? Hát... a dolgokon. Milyen dolgokon? Például, hogy mi volt idén, mi lesz jövőre. Efféléken szokott gondolkodni az ember szilveszterkor. De most már tényleg elkezdhetünk bulizni. Induljon a móka. Ne tedd még fel, anyu. Még nincs éjfél. De már mindjárt itt van. Na, mit hozz hozzá? Ez biztos nem jutott volna eszedbe. Akkor most lássuk, hogy áll rajtad. Ó, Mr. Ennis, remekül nézel ki. Mit szólnál, ha kinyitnánk a kölyök pesgőt? És hívjuk fel Steve-et. Steve-et? Karácsony óta nem említette. De sokat gondoltam rá. Én is.
Akkor hívjuk meg a bulira. Kicsim, nem tudjuk meghívni. Elutazik ma éjszaka, hiszen tudod. De ha nem is menne el, biztosan még mindig haragszik rám. De szeret téged, anyu? Na, ne mondd. Miből gondolod? Én is haragszom rád néha, de mégis szeretlek. Ez így is van rendjén. Te vagy hozzám a leghűségesebb. De valószínűleg el fogok költözni valahova. És hova fogsz költözni? Azt hiszem Virginiába. Virginiába? Persze, majd írok neked, és néha meg is látogatlak. Ó, szép tőled, örülni fogok neki. De persze nem túl sűrűn, mert valószínűleg megnősülök. Megnősülsz? És akkor teljesen egyedül maradsz. Úgy látom, te már jó előre megterveztél minden kis részletet, Mr. Ennis. Tudod, az ember sokszor tervez, tervezget, de a dolgok mégsem úgy alakulnak, ahogyan szeretné. Talán többször kellene élnünk a lehetőségeinkkel. Mr. Ennis, rengeteg a tennivalunk. Siessünk! Kérjük, fejezzék be a beszállást, hiszen eltérnek egy perc múlva érkeztem. Siess, kicsim! Óvatosan! A jegyek! Köszönöm! Csatélyes! Kisasszony, a diák igazolványa! Hölgyem, meghívhatom egy igazolványt? Nem, köszönöm! Biztos, nem!